Kismányokon gyűlt össze a bukovinai székely közösség, a magyarok nagyasszonya templom zsúfolásig megtelt idősekkel és fiatalokkal, sokan csak kívülről hallgatták a több mint egy órás szentmisét. Az eseményen Keresztes Andor plébános celebrált. Hányan csak színlelik sokszor a házasságot, hogy együtt vagyunk, de nem köteleződnek el. Miért is? Mert gyenge bennünk a szeretet. A szeretet, ha erős, akkor tudunk felelősen dönteni. Ha a szeretet tiszta, akkor látom meg a döntésemnek a jó következményeit. Minden élő megy nyugodalomra, az Istentől kirendelt álomra. Az Isten tiszteletet követően a résztvevők átvonultak a szomszédos székely portához, ahol egy emlékkiállítás nyílt. A tárlat régi tárgyakból, fotókból és ruhákból áll. Ezzel Német Kálmán, Elekes Dénes és Sebestyén Antal plébánosok emléke előtt tisztelektek, akik a bukovinai székelyekkel együtt jöttek a Bácskába. A porta fontos a közösségnek, mondta Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke. A régi stílusú jegyeket meghagyva épült ez a székelyporta, úgymond, amely magába foglalja ezt a házat, illetve a csűrt, illetve egy kápolnát. Tehát mindenképpen egy olyan központot szeretnénk, egy lelki oldalról megközelítve főleg, amely összegyűjti és a kultúránk mentén a bukovinai székelyeknek egyfajta összejövetelt, egyfajta lehetőséget arra, hogy közös ünnepléssel, mint valamikor Bukovinában hasonlóan megünnepeljék a búcsút. A napot délben egy közös ebéddel és egy kulturális műsorral zárták.